Sziasztok, Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin. Ebben a videóban arról mesélek, hogy hol rendeznek karneválokat a világon, és mi történik a karneválokon. Ezt a szöveget az Easy Hungarian magazinban is elolvashatod, és ott magyar-angol szólistát is találsz. Nézd meg a patreon.com per Easy Hungarian oldalt, és legyél te is magazinolvasó. Mielőtt a témáról és a szövegről beszélek, itt van néhány kérdés. Miközben hallgatod a szöveget, próbálj meg válaszolni a kérdésekre. Az első kérdés. Mikor van farsang? Mi a riói karnevál legfontosabb része? Hol tartanak karneválokat a világon? Miben hasonlítanak a különböző karneválok? És most lássuk a szöveget. Karneválok Brazíliától Németországig. Hamarosan itt a tavasz. Ezt abból is lehet látni, hogy lassan vége a farsangnak, és jön a karnevál szezon a farsang vízkeresztől, január 6-ától, hamvazó szerdáig, a bőjt első napjáig tart. Ez az időszak hagyományosan a farsangi bálok és lakomák ideje. A farsang legfontosabb része a karnevál, vagyis a farsang vége, amikor elbúcsúznak a téltől és köszöntik a tavaszt a leghíresebb európai karnevál a velencei. Több mint két hétig tart, és több mint fél millió látogatót vonz velencébe. A világ legnagyobb és leglátványosabb karneválja a riói. A legfontosabb része a felvonulás. Minden nap 10-12 órán keresztül vonulnak és táncolnak a különböző szamba iskolák táncosai. A táncosok fantasztikus ruhákat viselnek, amiket saját maguk vásárolnak meg. Nem ritka, hogy egész évben ezért dolgoznak és erre spórolnak, és így részei lehetnek a látványos produkcióknak. Számos más helyen is tartanak karneválokat és felvonulásokat, például Nidzában, a Kanári-szigeteken, Riekában. De nem csak a mediterrán és a latin kultúrában fontosak ezek az események. Bázelban, Svájcban háromnapos karnevát rendeznek, és ez tényleg háromnapos pontosan 72 óráig tart. A hamvazó szerda utáni hétfőn kezdődik, hajnali négykor, és csütörtökön négy órakor van vége. Reggel négykor lekapcsolják az utcai fényeket, és kis lámpákkal indul a felvonulás. Kölnben, Németországban is tartanak karnevált, ami nagyon népszerű a helyiek között. Már novemberben elkezdenek készülni rá, és a karnevál idején szinte az egész város jelmezben van. A világ különböző részein rendezett karneválok sok dologban hasonlítanak. Általában a hamvazó szerda előtti néhány napban tartják őket, és gyakran fontosak a jelmezek, a ruhák, a maszkok. Sokszor lehet látni olyan motívumokat is, hogy elbúcsúznak a téltől, köszöntik a tavaszt, és a termékenységet ünneplik. A karnevál végén gyakran elégetnek egy figurát, és így búcsúznak el a téltől. Értetted a szöveget? Nézzük a kérdéseket még egyszer. Mikor van farsang? Mi a Riói Karnevál legfontosabb része? Hol tartanak karneválokat a világon? Miben hasonlítanak a különböző karneválok? Mikor van farsang? A farsang január 6-án kezdődik és hamvazó szerdáig tart. Mi a Riói karnevál legfontosabb része? A felvonulás. A szambaiskolák táncosai minden nap 10-12 órán keresztül vonulnak. Hol tartanak karneválokat a világon? Számos országban. Természetesen Velencében és Rióban, a Kanári-szigeteken, Nidzában, Riekában, Bázelban, Kölnben. Miben hasonlítanak a különböző karneválok? Általában hamvazó szerda előtt tartják őket, fontosak a jelmezek, a ruhák, a maszkok, elbúcsúznak a téltől, köszöntik a tavaszt, és gyakran a termékenységet ünneplik. És nálatok, a te országodban, a te kultúrádban van karnevál? Írd meg kommentben! Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, like és ha szeretnél több videót, akkor gyere és legyél magazinolvasó. A linket megtalálod a leírásban. Szia!